de valami együttes megzenésített költeményekkel szórakoztatta az egybegyűlt érdeklődőket Tolnán, a Magházban, az Országos Könyvtári Hét keretein belül. Akusztikus felállással a zenekar már a 90-es évek óta működik. Zenei kísérettel verseket adunk elő, főleg Petőfi Sándor és Ady Endre verseit, de lesz még Zell Zoltán, Erdély János, és hát a zenék pedig úgy néznek ki, hogy fele részben a Ferenci György és a Racka Jam zenekar számait dolgoztuk át, hangszereltük át egy kicsit a mi felállásunkra, és a másik feléhez pedig mi írtunk zenéket. Tehát lesznek olyan versek, amiket mi adunk zenei aláfestést. Mi a Lacival, tehát már többször játszottunk, tehát az elmúlt években jeles napokon, tehát ilyen nemzeti ünnepen is március 15-én, vagy Magyar Kultúra napján játszottunk Szekszárdon, Mikácson, Pécsen, Dunaföldön, tehát itt a környékben, amikor hívnak, akkor... A koncertre az Országos Könyvtári Napok keretein belül került sor. A hét célja, hogy színes programokkal és eseményekkel felhívják és ráirányítsák a figyelmet az olvasás fontosságára, illetve a könyvtárban lévő lehetőségekre. Többféle programot állítottunk össze több korosztálynak. A teljes heti programunk például egy ásványkiállítás, egy kis mini ásványkiállítás, de nagyon érdekes darabok vannak. Ezt a könyvtárban meg lehet tekinteni könyvtári nyitvatartási idő alatt, és vannak programjaink. Tegnap volt például egy helytörténeti könyv füzetecske bemutató a Varga Mihály úrnak a tolnai rév történetét feldolgozó kis írományát mutattuk be, ami a Városvédő Egyesület gondozásában jelent meg. Ma lesz a De Valami Együttesnek a műsora, és szombaton pedig a legkisebbekre is gondoltunk, kézműves foglalkozás lesz, ami nem csak a legkisebbeknek fog szólni, hiszen őszi ajtó, ablakdíszeket felnőttek is tudnak csinálni, és nekik is kínáljuk ezt a programot. 2006 óta minden év októberében az Informatikai és Könyvtári Szövetség kezdeményezésére rendezik meg országszerte a könyvtári napokat. Link Judit azt is elmondta, örülnek annak, hogy lehetőségük nyílik évente változatos eseményekkel készülni. Mindig egy országos pályázat van, mindig a Tolna megyei könyvtár pályáz, és mindig az összvárosi könyvtárak és települési könyvtárak nevében pályáz, úgyhogy ez tulajdonképpen egy ilyen megyei szintű közös pályázat, és rendezvényekre kapunk is tisztességesen pénzt, úgyhogy tudunk csinálni egy-egy különlegesebb dolgot. Link Judit hozzátette, hogy próbálják a hétköznapokban is vonzóvá tenni a könyvtáradta lehetőségeket, így heti rendszerességgel szerveznek elfoglaltságokat gyerekeknek, és az a tapasztalat, hogy azok, akik ezeken az eseményeken részt vesznek, általában be is iratkoznak a könyvtárba. A dolgozó középkorosztályt nehezebb megszólítani, hisz nekik van a legkevesebb idejük arra, hogy olvassanak. Azt viszont örömmel látja, hogy a nyugdíjas korú emberek sokkal többen és gyakrabban látogatnak el hozzájuk, és kölcsönzik ki a számukra érdekes olvasmányokat. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően mindig tudnak újdonságokkal szolgálni az olvasás szerelmeseinek.